Sziasztok! Sziasztok! Nem baj, meglepetésszerű támadás. Ez egy különleges különkiadás lesz. Azt nem tudom hány feliratkozóra, pont, helyettesítsd be, amennyi pont most van, illetve ami a videó címében van. Ha milyen lenne már mindig frissíteni, hogy amennyi feliratkozó van? Nagyon mindig, kreatív. Minden nap átírni. Nem. Szóval a története a pályának az, hogy Skiller... 02. Nem azt hanem, hogy Skiller vagy Skiller. Mindegy, Skiller. Lesz. Akkor lesz Skiller 02. Küldött egy pályát nekem még sok héttel ezelőtt, hogy 10 000-re csinált nekem egy pályát. Hát a poén az volt benne, hogy már korábban ki volt találva, hogy montázs lesz 10 000-re, úgyhogy... Hát igen, de megígértem neki, hogy ha már megcsinálta a pályát, akkor mindenképpen benne lesz egy külön kiadásban. Most a közeljövőben úgy néz ki, nem lesz külön kiadás, úgyhogy most így kitaláltam, hogy most lesz egy külön kiadás. Ennyi. És most eszűvel meg fogjuk nézni ezt a pályát, nagyon kíváncsi vagyok, láttam róla szép képeket, úgyhogy... Csabi fog ugrálni, csak mondom. Ja, igen, én fogok irányítani, igen, nem úgy fogjuk most eszűvel megnézni. Jó, hát a kezdőhely egy dzsungel? Hát egy fa. Itt van nyomulat. Üdv, Csabusa! Szia! Történt szabályok, ezeket gyűjtsd. Kát. Hát, akkor gyűjtem. Miért? Lehet, hogy kettő van a pályán, a másik az A lesz. Üdv, Csabusa a pályán, történt és játékmenet. Jaj, nagyon csicsás. Csak túl sok szöveg. Mármint, hogy így egyszerre. Tehát nem mondta, tagolni kellett volna. Mi? Nem mondta, hogy egy perces. Ja, nem úgy értem, csak így nem lehet egyszerre látni, de jó, ne? Ez ilyen daráló reflex, tudod? Történetünk elején egy hétköznapi ember szeretne eljutni Kínába, hogy megszemléje az ottani kultúrát. Már meg is vette a repülőjegyet, és felszállt a gépre. Hát akkor biztos nem én vagyok. Ha csak nem ez a repülő, érted? Mindegy. Értem, de... Szóval... Nem hiszem. Ettől kezdve már te fogsz a bőrébe bújni, átélni kalandjait, és megcsodálni Kína hatalmas hegységét, a Himaláját. A sztori többi részét megtud a pálya elején, avagy a repülőn. Aha, ugye csak a kezdőszoba, oké. Játékmenet. Szerepelnek a pályán úgynevezett gondolatnyomólapok, melynek a nevükből adódóan kiírják a gondolatodat. Ezek fából vannak előállítva. Bonuszként lehet gyűjteni aranyakat, melyek alkotnak egy szót. Megvan a ká. Többször is teszteltem a pályát, a hibákért előre is bocsánat. Ahol narancs színű a szöveg, azt mondott te. Oké. Hát és úgy látom, kalandba vagyok, úgyhogy kaland. Szabályzat. Ja, de le van írva. Oké. Ne törj és ne törj egy blokkot. Oké. Játsz kalandjátékmódban. Ne csaj. Könnyű. Soha ne térj le az útról. Az eszközkeretből ne üsd ki a tárgyakat. Az átokat soha ne öld meg. És minimum 6 csánk. Azt megnézem, ha már ilyen fontos. Igen. Nagyon pacifista pálya. Sose öld meg az állatokat. De én nem is vagyok én állatkínzó, szóval. Gondolatnyomulat. Megkívántam egy kis édességet. Igaza van. Milyen jó gondolat. Pálya kezdése. Jó, nézzük is. Készítette Skiller 02. Azt hittem, ha nem történik semmi. Női férfi, mindjárt a WC mellett kezdek. Kérem, kedves utasainkat, foglalják el helyüket. És csak egyszer írja ki, nagyon jó pluszpont. Nem is azt az pontot. De ha lenne, akkor pluszpontot adnék. Tényleg daráló reflexek vannak itt. Nézzük meg a nőit. De kiírja többször. Nem tudom, miért a nőibe kezd, azt mondom. De most... Jó, rendben, megnéztem. Ja, de kiírja. De kiírja többször. Oké, ezt csak benéztem. Ez a férfi. Ez a nő. De nem a férfi. Ez a férfi. Ja, nem. Ugyanolyan. Nem sokkal különbözik. Jó. És végignézem a ládákat? Szerintem jó, van gyűjthető cucc, nem fölösleges, hely, vigyelni kell. Mindegy, és apró részletet. Rejt már ide. Jó, mondjuk nem mondok semmit, mert nagyon fura helyekre szoktak időnként elrejtegetni. Szoktam időnként elrejtegetni? Rejtett cuccok. Jó, nem látok.
Jó, jött a sok. És egy kaktusz is van. Csubakka? Nagy szemű. Falusi. Csak is kenyeret evett. Csak is kenyeret, de azt szerintem a bajusza. Ó, Terminátor. Bele is állhat a sok is kenyeret. Ja. De most én hová tartok? Mit akarok? Ja, végül csak várunk, utazunk a gépen. Mit írt ki, hogy foglaljam el a helyemet, igen, de... Ezért körülnézők a Sadblink? Aztán neki van ilyen skinje. Ott van egy... Ja, nem. Itt vannak karok, most itt simán irányíthatom a gépet. Ezt nem lehet kinyitni. Kényszerleszállás. Jó, hát akkor gondolom ez a helyem, mert itt van a nyomónap. India partja fölött repülünk, lalalá. Jaj. Jó. Mi is az a megint? Ezek alaphangok. De egyébként igen. Jó. Zuhanunk ezt ti! Ó, mi történt? Ne, ez csak egy álom. De hiszen ez lehetetlen. Mihez kezdjek? Eltört a karom. Tényleg csak az egyiket látom. Körülnézek, hát ha akad valami a segítségemre. Többieket? Ne nézzük meg. Ó, ojjjjj. Hogy újra aktiváltam. És újra megtörténik minden. Hát igen, így viszont inkább mínuszpont. A nulla. Nem is azt az pontot, milyen mínusz. Jó van. Na. Csak mondtam, hogy nem szép, amikor így újra meg tud történni. De ő kedvességből gyártotta neked 10 000-re, úgyhogy... Jó, hát nincsenek pontok. Na, szóval itt fölmásztam, hogy lássak a magasról, de úgy látom, csak hullák vannak. Inkább csak fejek, basszus, hova tűnt a hullák többé. Jaj, hát igen, testükhez. Na, fejeződtek. Szegény. Hát egy láda. Nem ka. Van itt horgászbolt. Tudok magamnak szerezni kaját. És. Na. Bekapod a horgomat? Nem te, a hal. Na! Nem. Itt nincsenek halak. Meghaltak a halak. Ekkor a becsapódásra elúsztak máshol. Hát nem tudom, nézem itt a roncsokat, és ott valami út van, szóval... Igen, a gép csinált neked útat, úgyhogy kövess. Ez itt a pilóta rész, ott és... Gips. Jó, hát ez ilyen első segély. Oh, itt van valami kiírás. Már is jobb, jó, hogy bekötöztem magam, ó, vág ezt. De gipszel. Hogy fog... Aha. Begipszeltem magam most gyorsan. De hogy fogok hazajutni? Kell lennie egy útnak itt a közelben. Miért? Ez honnan szültem meg? Akkor a csapás érte a fejedet, hogy közben ilyen látnok lettél, úgyhogy... Ez van, valahol itt kell lennie útnak. Itt meg egy nyomolatnak. Talán erre lehet valami. Most már nem vagy biztos benne. Be a dzsungelbe? A virágok közé. Jaj, olyan érzésem, hogy tudja, elhagytam már valamit, és nem fogom tudni összerakni a szót. És nem tudom, bemászok? Valami. Hol? A fatörzsét mondod? Igen. Igen, tényleg, ott a fatörzse! Emberek, ott a fatörzse! Hú, van, no, csak segíteni próbálok. Hát nélküled nem tártam volna meg a fatörzsét. Egyébként vannak itt barrierek, úgyhogy nem tudok akár merre menni. Kókusztió, vagy mi ez? Nem ezt tudom meg lehet enni? Nem. Ott nem lehet átugrani? De rossz, ott is van barrier. Azt mondja, át kell szökkennem a tavirózsákon. Húha. Az igen. Hú, de jól néz ki ott fönt. Ezt a játék így generálja? Nem. Illetve nem tudom, tud-e ilyet csinálni. Hát tud dzsungeleket gyártani, tudod, de hogy... hogy jó, átszökkedni a tavirózsákon. Na, tessék, ráugrottam egyre, na. Itt van még egy gondolat. Valószínűleg itt tovább.
A karakternek a logikáját nem értem, tehát hogy itt most erre kell mennem, most arra kell mennem, de miért? Hogyan? Tehát... Jó sokat kell sétálni. Na, menjünk volna. Már kezdem azt hinni, hogy céltánul bolyongok egy értelmetlen úton. Mint a Csabi logikáját találtam volna, gondolatolvasó volt a készítő. Itt hát... Figyeld, figyeld, fatörzs. Vagy te milyen rendes vagy. Szivatod a barátnődet. Csak már megérdemled. De most miért én csak segíteni akartam neked? Ez önmegehető? Ó, tudod, fog neked segíteni. Az láda volt? Nem. Fatörzs. Hiszen van egy nyomónak. Vagy mégsem? De hisz ez egy ház. Megnézem, ki lehet oda bent. De mit vagy mégsem? Itt egy ház. Ja, hogy nem céltalan, vagy a tó. Tó. Hát, hogy mégsem céltalan. A dzsungel közepén ki van táblázva, vagy tó. Hát jó. Az a furcsa, hogy nem kínai úr. De nem is van a... Vagy, mi, vagy még indiánál zuhantunk le? Nem tudom. Itt volt így elrejtve a beszélgetés. Jó. De megvan. Nyugodjon meg, kérem. Itt azzal kezdődik, hogy nyugodjon meg, kérem. Ja, nem, mit van. Aha. Itt szerencsére van sortörés. Hé, maga, hogyan keveredett ide? Nyugodjon meg, kérem. Éppen ma történt, lezuhant egy repülőgép itt a közelben. Várjunk csak. De hisz te vagy az. Én is ott voltam, amikor megszülettél. Mi? Én vagyok George, nem emlékszel? Mikor megszülettél? Mi? Nem emlékszel a születésednek az időpontjára? Hát ott volt George? Most így visszaemlékszem, amikor itt jött a nagy fényesség, tényleg, mint a te arcodat láttam volna. Micsoda? Én semmi ilyesmire nem emlékszem. Hát, különös, hát különös. De hogy is történt ez az egész? Csupán azt tudom felidézni, amikor a pilóta elájult. Tényleg megszületés volt? Tényleg megszületés. Igen. Ezután eljutottunk a pilót. Megszülettél. Mindegy. Szóval csupán azt tudom felidézni, amikor a pilót elájult. Nem is tudom, hogy élhettem túl. Valóban érdekes. Viszont hogy fogok hazajutni? Én ismerek egy helyet, aztán majd segíthet, de előbb menjünk vissza a tóhoz horgászni. Nem néztem ezt a párbeszédet. Én is. Hogy jutottunk a megszületéstől a... Hát a... Lezuhanásig, de... Nem, csak... És most ez volt a... Tehát... Most, hogy lezuhantam, nem tudom, miért fontos horgászni. Én azt hiszem, miért fontos az, hogy ő megszületett, és ő volt ott a megszületésén. Ne, hát hogy... most az apja. Lehet, hogy ebből kiderül valami. Ki, melyik férfi megy kiderül, még... hogy ő az apám van, de... De melyik férfi megy még be a szülőszobába? Ja, hát az orvos. Ó, hát ugye orvos. Szóval George orvos, vagy az apám. Vagy az apám. Ez egy kiderül. Hát is barriér van. Sose tér le az útra. De tényleg barriér van, tök jó. Hülye biztos, mint egy balon biztos. Balon biztos. Igen. És itt van Ató. Ató. És biztos lesz, hogy... És erre se lehet felugrani, behalad. Szia. És itt van. Azt mondja. Ha kész vagy, megmutatom azt a helyet, amiről beszéltem, ott van a vízesésnél. Tényleg ott van. Hopp, 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 hopp. Megvan. Jól van, ez is a mérgező, tehát... Akkor végeztem. Figyeld, figyeld. Olyan tög vagy. Ez viszont tényleg láda. Mindjárt fog beszélni. Az igen. És milyen állathangot játszik le, kinyitom. Búvár cuccok, búvár sisak, nubbág mellény, igen. Le kell menned a vízre. Kázi. Ebből tuti hiányos. És van egy olyan napló. Nem biztos, hogy sorba kell vele haladni. A napló. A csarnok. Egy legendás, sokak által emlegetett bejárat előtt álltam. Végre bekullogtam, s valami rejtélyes dolog miatt már máshol ébredtem. Habár fölismerhetetlennek tűnt, de valamilyen szent helyen kötöttem ki. Ekkor már teljesen elvesztettem a fonalat. Én is. Pár perc körülnézés után már világos volt, hogy a három ajtó közül csak egyen tudok bemenni. Aha, ez majd ott lesz fontos.
De mégis volt egy kis hiányérzetem. A harmadik ajtón keresztül, mint a hiányzott volna három kar. Az első próbálkozás. Az első logikai feleletben már gyerekjáték volt. Aha, gondolom, most egy buvárszerkót kaptam, süllyedjek le, és keressem meg ezt a templomot. Kicsit emlékeztet az inoszerre ez a pályán. És komolyan pont arra hűzesésen keresztül kell menni? Hát olyan szinten emlékeztet, csak hogy ott ment, és akkor egy idő után így nem tudta, hogy hova ment. Ott, süllyedj már, süllyedj! Ah. Hű. Milyen láda? E. Kez. Kze. Kze. Hát van egy olyan halvány érzésem, hogy csak kihagytam egyet, de ha egy-két betű hiányzik, akkor még, attól még lett értelmes. Milyen rejtélyes kristályok. Lehet, hogy nekem nem ez lehet mondani. Wow! Én megijedtem. Nem értem, mitől ijedtem meg. Vanna. Lehet, hogy ijesztőnek készült, de akkor legalább jó, hogy itt vagy akkor. Van itt egy ijedős ember. Van itt egy útelágazolódás. Most melyik irányba kéne menni? Na, igen. Olyan helyeten kötötték ki. Világos volt, három ajtó közül. Igen, itt ajtó van emlegetve, elágazódás nincs, úgyhogy... Hát én nem a láváson akarok menni, úgyhogy... Az valami száj. Azt jó, hogy tudtam. Hol tudtad beugrani? És ez megöl, vagy ilyesmi? Nem tudom, vannak egy checkpointok, ellenőrzőpontok a pályán. Nem, csak dísz, mentek a láva felé. Hát... Milyen szép díszek vannak. Rossz nézni. Mennyi már simán átmentem. Olyan rossz nézni, hogy játszol. Már nem az, hogy játszol, hát ez kedves. Ahogy itt ugrál. Ezt itt hallottátok utoljára. Jaj, ne vedd magadra. Nagyon szépen tudsz parkourozni. Jobban parkourozol, mint... Az ajtó kinyílt. Az igenis volt. Milyen ajtó? Volt ajtó. Az a szájot, nehogy kinyílt a száj, és be kell mászni. Ó, hát ez már régen rossz, a szájba kell mászni. Mert a szájba, gyerek. És tényleg, de állat. Nem tudom, plusz valamennyi pont. Ez tényleg rossz. Most, hogy megemésztett a kígyó. Az ilyen. Most... Való elteleportált, azt még láttam, de egyébként... Íme a szentély csarnoka. Milyen hang volt ez? Csaj, rám kiabáltak. Az igen. Nagyon szép irányos, de kaját nem adtam. Ez lesz a három ajtó? És itt van spawn point, aha. Jó, jó, jó. Ha éhen halsz, akkor legalább. Egyik le van zárva, aha. Csí, a legérdekesebb van ez. Azt mi az a bigyót? Nem tudom, olyan, mint egy kőbárány. Nekem ilyen maja fejére emlékeztet. De... Engem ilyen maja fejére. Nekem meg olyan érzésem, hogy mindegyiket meg kell látogatni. És nem akarsz beleolvasni abba a könyvbe, úgy jó. Még egyszer, csak meg így te szól említés. Szóval... Három ajtó közül csak egyen tudok bemenni. Okay. De mégis volt egy kis hiányérzetem. A harmadik ajtón keresztül, mint a hiányzott volna három kar. Ezt nem tudom. Az első próbálkozás. Az első logikai feladvány. Itt már logikai feladvány. Aha. Ezt szerintem egy olyan helyen nem tudok menni, akkor tényleg az az egy hely van. Jó, hát ennek van biztos. Milyen jó, ez egyik szájból a másik. Húgy, bak! Hát ez komoly, nem vettem észre, hogy ott lyuk van. De ilyenkor most mi van? Jó, hogy arra megy tovább. Hát megyünk tovább, csak komoly. Mi az arany? Hű, hát csak világosság, lássak valamit. Ez is csak azért van. Uh-huh. Arra fény van. Mit is az a logikai feladvány? Igen? Hát, nem. És hát belóg egy létre állat, de nem érem el.
itt erre az oldalról kéne. Nem, másik oldalról. Az komoly, mert onnan meg nem érem el. Jó. Mondom, nem véletlenül. És mit ír erről a könyv? Logikai feladvány volt az első próbálkozás. Mindjárt meg fogsz volni. De ez nem hiszem, hogy logikai feladvány. Hát nem annak tűnik. Én arra tippelek, hogy a lámpákat követni kell. Na jó. Mérgezést kaptam. És még ez a maradék kujját is elmúlik. Jaj, meg szétülést. Ez nagyon rossz. Na. Most, okay. Hogy nem lettél jobban. És mindjárt meghalsz én. Paf, meghaltam. Hát nem tudok jobbat, mint ráerőszakolni magam arra a létrára. Nekem az nem világos, hogy miért kell ide jönni. Miért kell bemenni a kapukon? Nem tudom, hát így az egész ilyen hiányosan van. Jaha. Oh. Hoppá. Mi arra? Olyan, mint a visszaszámlálás. És olyan, mint a csapdába lennék. Kezd egy kis ilyen bajos előérzetem lenni. Aha. Azt hiszem, sejtem. Az elindította a visszaszámlálást, és akkor most be kéne érni. Ó, értem. Hát ez így elég gonosz. Nem tudom, mire vállalkoztam. Ha. Ó, menj. Izgi. Egy kard, meg egy kulcs. Na, volt. Kulcsokról már volt szó. És itt is vagyunk. Ott van egy láda, azt jó lenne elérni. Itt meg... Itt tudok visszamenni a... Ha, itt estem le. Most erre van egy nyíl. Aha. Aha. Ezt néztem. És akkor így ki tudtam jönni. És akkor el kéne érni azt a ládát. De hogyan? Hát fogalmam sincs. Jaj. Esetleg erről az oldalról. Jaj. Na, gondoltam arra is, hogy... Hát igen, egyébként. Hát, miből gondolsz, hogy nem. És ott előre mész, és hogy... Nem bírom. Jó. Van nem egy kar. Rá van ír, hogy hova lehet lerakni? Aranyra lehet lerakni. Úgyhogy, ha itt van arany... Nem, most lyuk van itt. Jaj! Tehát mindegyik kapu lefele vezet. Mit keresz a mai barlangba? Itt laknak az unikornisok. Unikornisok. Hát, miért pont unikornisok? Hát mert normális ló nem megy a azok... barlangba, úgyhogy gondoltam. Úgyhogy az unikornisok, azok híresen hülyék. Legalábbis híresen furák, tudod, olyan nem nagyon van, úgyhogy... El fog fogyni a kanyám. Jó, de én nem lehet gondoskodó. És én megmérgezni se tudom magam. De van egy rakás inda itt, nem tudsz ezeken mászni. De hova? Fogalmam sincsen, csak mondom az ötleteket, aztán... Vagy jobb lesz tőle, ennek a tetejére, ezt kávé ennyi. Na, tudod, hogy föl tudsz menni erre a bigyóra.
Aha. Amit tudok, akkor eltugrani? Hogy leesek? Nem tudom. Ah, nem tudsz. Ez nem biztos, hogy egy játékében. Muszáj ezt valamnak kaját adni, gondolom, az a horgászat arra lett volna, de gondolta arra, hogy gondolta legyen kaját. Gondolta valahogy, hogy ez több a kétszer éhe hoz. Muszáj visszaadni, hát. És milyen kaját válogatsz magadnak? Steaket akartam, csak nem így van, hanem valami cooked, akármi lesz. Cooked chicken? Cooked chicken, az is jó. Ez nem steak. De akkor legalább egyben lehet, mit tudom. Miért nem az effektet csinálom? Mindegy most már. Milyen effektet? Hát, hogy saturation. Hogy ne legyek éhes, tudod? Ja. Az előzőnél se láttunk kijáratot, csak egy létrehet, úgyhogy... Hát azóta kijárat, csak elérni sem lehetett. Na jó, most felrepülök, hát... Semmibe sok volt, kész. Sőt, most már komolyan nem értem, hogy hol már. Azon van egy gomb, ha oda föl kéne erőszakolnom magam. De oda hogyan? Hogy ott? Aha. Én nem látom. Vannak az indák. Zsákutca. Most ezek a fények tök jók, ez a fényekkel lehetett volna segíteni, hogy merre kell menni, de úgy látom, csak azért vannak, hogy mindent láss. Nem azért, hogy tudjam, merre kell menni. Itt van több fény, de... ötletem sincs. Most itt az lesz, hogy csalásra nyomtad meg? Nem, semmi. Semmit nem csinálom. Vagy csinál valamit, csak titokban. De mondom, nekem az a fura, hogy nem látok kijáratot. Epp egy láda, itt egy titkos láda. Ha ezt meg kell tudnod találni. És áshatok vele sódert. Na, hol volt Soder? Azt itt adjam fél óra végigvinni. Igen, mert ő tudta, hogy mi hol van, úgy igen. Tényleg annyi. Ha ismered, akkor fél óra, ha nem ismered, hát akkor meg meghatározhatod a idejük. Volt Soder? Ez volt Soder, na, váltsunk vissza. No. Te Jézus, nem, mert ez így fél óra. Ez túl sok. Kulcs. A kettő van. De jó. Az igen. És akkor most... Hová rakod? Jösszük! Folyamatosan megérlek. Ezt nem tetted meg. Hála az égnek magadhoz tértél. George, te hogy nézel ki? Hol van George? Az ott George. Az volt. Ja, jó. Hol tartottam? Te hogy nézel ki? Nem. Mi történt veled? Sajnálom, de hazudnom kellett. Minden ködbe veszett. Te mi a francról beszélsz? Ha ezt nem teszem meg, én halok meg. Mindjárt. Te megőrültél? Ide jön. Most már le. Úristen. Most tényleg, George. Adj neki. Gyerünk. Jobbról. Balra. Ja, van kardom. Mindenért basszú van ennek. Miért támadott meg? Legyőzöm be! Assza! Ezt felgyújtott! Vagy ez már nem ő volt? De ő volt. Hú, na. Szóval folytasd csak a szöveget. Ennyi szorult beléd, én bízok benned, mondta. Hát ez lett a vége, bocsáss meg, de el kellett távoznom a szigetről örökre. El kell távoznod a... Jézus, nem tudok olvasni. De el kell távoznod a szigetről örökre. Megviselt a sok ugrálás. És akkor megöltem? Ezt nem teheted meg, ne! Most az egyszer nyerted, de még visszatérek és megbuszom, amit tettél. Hát itt a vége, eljött az idő, hogy átkeljek a portálon. Mi? Milyen portál? Lehet, hogy végig kellett olvasni, abszolút. És akkor minden világos lett volna. Szinte csak annyi, hogy mindhárom nyolapnak egyszerre kellett volna aktiválni, és már is mászhattam is fel a kötélen. De mondtam, hogy olvasd el. Igen.
Kötél van a felmászás után, csak egy gyorsasági feladvány volt, igen. Ó, harmadik próba, igen. Ezt meg se néztük. Ez volt a harmadik próba. Mi? Itt vízbérkezés után érdekes valami földalatti erdőben. Ó, tényleg, életem befejezése. Ebben a barlangban vagyok már egy hete, és nagyon a halálom szélén járok. Már csak lenne egy kijárat, de még mindig nem tártam semmit. Aha, hogy le volt éve... Hogy ott a harmadik próba? Vízbérkezés után valami földalatti erdőben, egy kis körülnézés után sem találtam semmit, ezután még többet keresgéltem, és az itt lévő gombákon éltem. Nem, nem segített volna. Jó, akkor semmi, nem segített volna. Mondom, emlékeztet kicsit az Inosszájbra, nem? Ez is gombázik, és nem emlékszem, ne. Hogy került ide. Jó, nagyon elvontam, nekem nem, össze, nem. Nem. Akkor is. Lezuhantál egy repülővel. Kezdjük ott. Nem békésen érd egész az erdőben. Lezuhantál valahol, és ott történik veled valami. Nem csak álmodod. Na mindegy, én nem értem annak. Jó, végülis az izénél, az elsőnél lett volna segítség. Hogy egyszer kellett volna aktiválni a nyomólapokat. Aha, jó. De a másodiknál nem. Nem találtam semmit, és akkor keresgéltem volna végtelenségig. Jó. A bejárathoz rakott. Jó, hát akkor egyébként igen, csak erre tudok. Nagyon megütöttem, hogy valakinek a szájába menni. És van lejjebb valami? Hát nem tudom, nem mert ez keresni. Volt a vége, hogy most legyőzted, de majd még visszatér, és akkor szörnyű bosszú után. Nem, hát ő... És akkor ez a történet végül, hogy itt rekedtem a... akármiben? Na hát ennyi. Nem, tényleg nem érdekel semmi. Vissza a spawn pointra. Nem, hát ide kellenek a karok. Tényleg. De akkor kéne a következő is. Mint a... Hol a harmadik kar, igen. Ahol már nem tudsz. Ó, ezt nem hiszem. Miért van ott ez a lyuk? De teljesen megfeledkeztem a karokról. Hát, hogy jött ez a hirtelen váltás, ugye meghaltam, és akkor most hirtelen idejöttem, aztán harc, itt meg is feledkeztem arra, hogy én ezeket gyűjtögettem. Így. Aha, ott van, hogy aranyra lehet lerakni. De egy hiányzik. Lehet, hogy az lógott ott a ládában, de most már késő. Igen? Igen... Harmadik ajtó közül csak egyen tudok bemenni, de mégis volt egy kis hiányérzetem a harmadik ajtón keresztül, mint a hiányzott volna három kar. Igen, három kar hiányzik. Első próbálkozás... Igen... Akkor rosszul emlékeztem. Itt megszerzem a második kulcsot, a második feladatnál. Harmadik próba. Micsoda? Túloldat látott egy lyukat, amiben ott volt a második kulcs. Ah, igen. De akárhogy is, hát nem vette figyelembe, hogy ezt el lehet hagyni. Jó, hát... Megint be fogsz esni valami lukba. Félig meddig az én hibám. De akkor lemásolom ezt a kulcsot. Én úgy csináltam, hogy semmiképpen se tudjon tovább menni, amíg meg nem szerezte. Ó, működik, el sem hiszem, hogy ideig helyítottam volna. Hát, én semmivel nem is jutottam volna ideig. Ezt gondolom a portál is. Nem tudom, hová kerülünk. Valami bele a fába. Hát ez nem túl szerencsés. Nem tudok mit csinálni, nem tudok mozogni. Próbálom kiütni, de... Ja, hát kalandban nem is lehet kiütni. Megvárom, mi lesz belőle. Ő csinálta így. Aha, visszakerültem ide. Jó, hát akkor... Elírta a koordinátát. És ide bele jó a falva. Gondolom ez az ágyam, hogy az egészet csak álmodtam. Ja, miért egyes te? Kettes. Beszélj növény, nem beszélnek. Hol a rákba vagyok? Az
Szerintem és nem ilyen vécépapír. Tök jó. Nekem a vécépapírba jött. Ott is volt egy csukott ajtó. Hamburger. Tök jó van díszít egyébként még mindig. És nem tudtuk meg, hogy mi lett van a szó. Még nem biztos. Vége? Csak a körben néztél. Oké. Hát. Így jön olyan hálószoba. Szekrény. Rosszul nyílik az ajtó. Ti gondolat? Uramisten, otthon? Nem ide kellett volna teleportálni? Lehet? Ja. Uramisten, otthon? Mint össze, csak egy rémálom volt az egész. Csabi, kelj föl, kész a reggeli. Csabi. Ezt biztos te mondod. Na egy kis hevés után jöhet a videóvágás ásít. Itt a vég a pályának, nézz körbe a házba, aztán nyom meg a gombot. Viccesen képzelik el egy napodat azért. Fölkelsz, és rögtön neki ősz videót vágni. Aha. Ja, oda kellett volna teleportálni, csak hát valami gebaszolt a koordinátekkel. Nem lehet kimenni. Jó. Akkor nézzük, csináljuk aztán egy körbenézést. Gondolom itt se lehet? Nem hát. Ja, nagyon csinos. Tévét bekapcsoljam. Na. Ez a nagypapáink fél a tévéjavítást, az állítgatja az antennát, azt nagyon nem működik, a kettőt rásóz a tetejére. Ja, és az én nagypapám még anna úgy szerelte a tévét, meg az autót, meg a távirányítót, meg a mikrófont. Na akkor nézzük a gombot. Vége. Befejezésképpen köszönjük, hogy végigjátszottad. Teleporta a szoborhoz. Mi? Oké, caps lock-kal első sorban megtett összeállított szót. Igen. Kzet. Köszönet. Befejezésképpen vége. Tudom, elég sok látszólag befejezetlen kódok. Tudom, elég sok látszólag befejezetlen kódok, cselekményszálak nem világosak. Hát nagyon nem világosak. Elsőre nem is lesznek azok, de egy alapos kutatás után már rájöhetsz a történet befejezésének miértjeire. Olyan hihetetlen összefüggések vannak elrejtve ezen a pályán, amit sokszori átnézés után sem értenél meg. Hajjajjajjajj. Még egyszer értem, miért nem érted. Meg én sem. Még egyszer nem köszönöm, hogy időt szántál ennek a végjátszására. A pályát készítette Skiller. 80 órát megcsinálta. 80 óráig építette. Teleport a szoborhoz. Szerintem még nem teleportálok el. Ha lenne 80 órám így ilyenekre. A táblát. Megtehet az összejátszót, a kartók, a videóm, ellenőrzés. Igen, mit mondtam? Kzet. Próbáld még egyszer. Ja, próbáld meg kőzettel. Ja. Azt írja, hogy capslockos, ugye? Capslockkal, igen. Nem. Hát akkor nem tudom. De még a köszönet is benne lehet. Jó, hát végül is egyébként csalás lenne. De kár. Nem látjuk, de nézzük a szobrokat. És most komolyan fel fog robbantani. Túl kíváncsi vagy? Most felrobbantott a szobrokat? Nem, csak poén volt. Jó, akkor ennyi. Na, mit szólsz? Hát, most értem, miről szólt a történet. Azt se értettem, hogy minek mentünk a kapukba. És nem értettem, hogy George pontosan mit akart, mert az se volt egészen világos, hogy miért fontos az, hogy ott volt a születésednél. Jó, igen, sok kérdés volt benne. De egyébként szépen meg volt építve, határozottan. Azt hiszem, nagyon helyes írási hibák se voltak. Ja, szépen nagybetűvel kezdődnek a mondatok. Van. Hát az mindig van egy pár elírás. De egyébként tök szépen megszerkesztett meg minden, csak olyan nem érted, hogy mi miért történik. De ezt mondta is, hogy többszöri végigjátszás után is rengeteg kérdést hagy az emberbe.
Mégis. Hát te egyszer játszottál rajta, én meg csak néző voltam, úgyhogy... Jó, még párszor megpróbáljuk. Annyi kérdésem van, hogy nagyon sok. Jó, köszönjük a Pályaskiller 02-nek. Sziasztok, a kézikönyv óvjon. Most kimaradsz. Majdnem. Sziasztok.